Mi a siker legfontosabb tényezője? Mi az, amire nagyon-nagyon-nagyon figyelned kell, és nagyon-nagyon oda kell figyelned, hogy a sikeres akarsz lenni bármilyen témában? Üdvözöllek, Szilágyi Balázs, hogy ez a Holnapra Fel csatorna, iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg. Ez talán egy picit gondolkodósabb videó lesz, de szeretnék veled megosztani valamit, amit megfigyeltem, és mindegy, hogy milyen témában szeretnél sikert elérni. Ugye ez lehet akár a vállalkozásod, az online marketinged, amiben én tudok segíteni, és amiben nekem vannak oktatóanyagaim, de ez, amit mondani fogok, igaz az élet bármilyen területére majd. Gondold végig a videó végén, amikor meghallgattad, mondjuk egy pénzügyi tanácsadó szempontjából, ugye hányan akarnak pénzügyi tanácsokat osztani, vagy hányan mondják azt, most nem vagyok pénzügyi tanácsadó, vagy párválasztási tanácsadó, tehát minden területen igaz, és ez pedig a következő. Ugye nagyon-nagyon sok információba tudunk belefutni mostanában. Nagyon-nagyon, főleg az interneten, az internet korában. Nagyon-nagyon sokan mondják azt magukról, hogy egy adott témában hát most ez egy picit nem lesz olyan szép, de osztják az észt. Ugye ezt nem mondja senki magáról, de nagyon sokan osztják az észt egy adott témában. És nagyon-nagyon sokszor lát az ember ezzel kapcsolatban véleményeket. És ugye, akitől kapod a tanácsot, hogy mondjuk mit csinálj egy adott területen, az lehet, hogy jó, amit mond, lehet, hogy rossz, amit mond. És akik leírják alá a véleményüket, az lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem igaz. Tehát magyarul lehet, hogy valakitől te hülyeséget kapsz, de ott fognak az emberek lelkesedni, hogy fú, ez mennyire igaz, meg mennyire jó, meg nem tudom micsoda. De az is lehet fordítva, hogy valaki tényleg olyan dolgokat próbál neked elmondani, vagy tényleg olyan dolgokat kínál, amivel előre tudnál lépni, sikeres lennél, de valakik ott vinnyognak, hogy ez mekkora átverés, meg mekkora idióta az illető, és akkor könnyen megállítod magad, mert hát ugye hajlamosak vagyunk egy-egy ilyen mondjuk Facebook hozzászólás, vagy ha már itt vagyunk a YouTube-on, akár YouTube hozzászólás alapján véleményt mondani valakiről, vagy valamiről, közben meg, hát az nem is a mi véleményünk, csak aki másnak a véleménye, amit tovább veszünk gépiesen. Na, és itt érkeztünk el a lényeghez. Mi a sikernek az alapvető összetevő, és mi az, amit én abszolút tudok neked javasolni, és azt tudom mondani, hogy én is alkalmazom gyakorlatilag az első perc óta, amióta a Holnapra felcsinálom, és mindenképpen sikeresnek mondható. Nyilván az, hogy mi a siker, az mindenkinek egy picit egyéni, szubjektív, de mindenképpen sikeresnek mondható az, amit csinálunk. Tulajdonképpen az első két legsikeresebb online marketing tanácsadóban vagyunk, vagy onnan a marketing tanácsadó vállalkozásban vagyunk benne Magyarországon. Minden évben egyre jobbak a számaink, mert mindjárt megérted, hogy ezt miért mondom, mert miért fontos ebben a videóban. És most több mint 2500 ügyfelünk van. Nyilván nem mindenki csinálta végig, amit tőlünk vásárolt, de nagyon-nagyon sokaknak segítettünk abban, hogy akár a nulláról elinduljanak és sikeres vállalkozásuk legyen, akár egy nem annyira sikeres, vagy bizonyos szempontból nem annyira sikeres, döglődő, akármilyen vállalkozást rendbe tegyenek, és több bevételük, nagyobb ismertségük legyen. És miért mondtam ezt az egészet? Nem azért, hogy magamról beszéljek, általában én szeretek rólad beszélni, vagy szeretek olyan dolgokat mondani, ami neked segít, de itt is ez volt a cél. Következő, amit megfigyeltem. Az emberek nagyon sokszor gondolkodás nélkül elfogadják azt, amit mások mondanak. Nagyon sokszor az emberek gondolkodás nélkül elfogadják azt, ami idézőjelbetéve logikusnak tűnik. Pedig, hogyha minden logikusnak tűnő dolog igaz lenne, akkor nem lenne probléma a világon, ugye? Tehát annyi észt látunk egy Facebook üzenőfalon, egy Facebook poszt alatt, egy YouTube videó alatt, hogyha minden logikusnak tűnő dolog igaz lenne, akkor nem lenne probléma a világon. És a sikernek a kulcs tényezője. Figyeld meg, hogy aki idézőjelbe osztja az észt, ugye ez lehet pozitív is, meg negatív is, akitől tanácsot fogadsz el, akitől akire hallgatsz, ő hol tart azon a területen, amerre te mész. Előtted van-e? Sikeres-e? Elért-e eredményeket? Milyen eredményeket ért el? Ez a kérdés. Semmi más.
teljesen mindegy, hogy mennyire tűnik logikusnak vagy nem logikusnak, amit mond az illető. Ha eredményt ért el, akkor legalább részben másolni kell, követni kell, és el kell fogadni azt, amit mond. Nagyon-nagyon sok logikátlan dolgot mondok. Idézőjelvetével logikátlan dolgot. Akár ezen a csatornám, akár fizetős anyagainkon, hogyha megnézed, nagyon sok olyan dolgot mondok az online marketinggel, kereső optimalizálással kapcsolatban, amire az ember akár alapból azt mondhatná, hogy hát ez egy marhaság, hát mindenki tudja, hogy nem így van. Mindenki más megmondja, hogy ez hogy van. Ezt nem szereti a Google, stb. És még egyszer mondom, ez nem csak az online marketingről szól, ez minden területen igaz, ez az életnek is minden területén így van. Tehát nagyon sok logikátlannak tűnő dolgot mondok, és tudod, az a helyzet, hogy mégis működik. Elindítunk egy honlapot, és néhány hét vagy hónap múlva szétszedi pozitív értelemben a keresőt. Elvégez valaki nálunk egy képzést, megcsinálja, amit mondok, és hirtelen elkezd több látogatója, több vevője lenni, hirtelen olyan dolgokat tapasztal, hogy érdekes módon tényleg lehet online pénzt keresni, ennek nem kell, ez nem kell, hogy egy szenvedés legyen. És lehet, hogy ezek logikátlan dolgok, de működnek. És ezért mondom azt, hogy nézd meg az adott illetőt. Nézd meg azt, akitől te tanácsot fogadsz el, bármilyen témában, ő hol áll. Tehát online marketingben olyantól fogadj el tanácsot, aki tud eredményeket elérni, tud pénzt keresni az interneten. Ha rám hallgatsz, elfelejted azokat a mindenféle önjelölt kisfiúkat, akik elvégeznek valami amerikai tanfolyamot, mondják, hogy milyen okosak, de igazából semmi eredményük nincsen. Ezerszer elmondtam már ezen a csatornán is, elmondtam, Magyarországon nyilvánosak a cégadatok, tehát hogyha valaki őszintén csinálja, amit csinál, akkor van hozzá egy cége, ez lekérdezhető, hogy mennyit keresett az illető, mennyi volt a bevétele az előző évben. Nyilván mindenki indulhat nulláról, vagy mindenki nulláról indul, de azért az nagyon-nagyon látszik, hogy valaki megy-e előre, és megy-e föl, és képes-e több bevételt csinálni, vagy pedig igazából csak szöveg az egész. Nézd meg ezt! Ugye említettem a videónak az elején a pénzügyi tanácsadót. Hát fogom a fejemet, de tényleg fogom a fejemet, amikor azt látom, hogy pénzügyi tanácsokat osztogatnak olyan emberek, akik lehet, hogy néhány 1-200 000 forintból élnek, vagy alig élnek meg egy hónapban. És itt elnézést kérek mindenkitől, semmi probléma nincsen azzal, hogyha te néhány 100 000 forintból élsz. Egyrészt van rá megoldás, hogy tudjál többet keresni, én ebben próbálok segíteni, másrészt nem ezzel van a probléma. Azzal van a probléma, hogyha valaki, aki néhány 100 000 forintból él, az megpróbálja idézőjelbe téve ismét, vagy hát a negatív értelemben itt az észt osztani, hogy ő mekkora pénzügyi tanácsadó, és te hogy keres sok pénzt, meg hogy fektesd be a pénzedet, meg mit csinálja a pénzedet, meg stb. Stb. Párválasztási tanácsadó, de egyedül él, vagy most vált el. És sorolhatnám. Ne dőlj be ennek a csapdának. Nagyon-nagyon sokszor pontosan azok az emberek a leghangosabbak egy adott területen, akik már jobbról-balról százszor szétverték azt a területet, azok az emberek fognak a leghamarabb beszólni valakinek, aki ténylegesen segíteni tud az adott területen, akik saját maguk már 100 embernek csalódást okoztak az adott területen. Nézd meg, nagyon egyszerűen, és ugye ez az életben is működik, az üzletben is működik, nem is feltétlenül muszáj, tehát persze az üzleti adatok nyilvánosak, mondjuk a bevételi adatok, de hogyha komolyabban dolgozol együtt valakitől, akkor nyugodtan kérhetsz tőle bizonyítékot. Oké, szeretném látni, hogy te ezt hogy csinálod. Érted? Vagy oké, rendben, értem, hogy te fogsz nekem tanácsot adni, hogy hogyan neveljem a gyerekemet, neked hány gyereked van, és amúgy hogy vagytok a gyerekeiddel? Jó? Hidd el nekem, hogyha ezt a szabályt betartod, egyrészt sokkal könnyebb lesz az életed, mert annyi idiótától fogsz tudni a legegyszerűbben megszabadulni, hiszen nem foglalkozol velük. Tehát értem én, hogy mondja, hát hadd mondja, joga van mondani, de nagyjából nem, hogy itt be itt ki, hanem még annyit sem foglalkozom vele, mert tudom, hogy semmilyen eredményt nem mutatott. Ez az egyik. A másik, el fogsz tudni sikert érni, mert elkezdesz olyan emberekre figyelni, olyan embereknek a tanácsaira figyelni, olyan embereknek a példáját követni, a tanácsait követni,
akik maguk sikeresek azon a területen. És én nem mondom, hogy mindenhol a sikerhez egyetlen út vezet, de azt hidd el, hogy ha olyan dolgokat csinálsz, amit a területen sikeres emberek csináltak, akkor sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy sikeres leszel te is azon a területen, mint hogyha olyan dolgokat csinálsz, amit nem sikeres emberek csináltak. Hát ez egy hatalmas mondás volt most, de igen, tehát sokszor tényleg az ennyire alapvető dolgok az igazak. Úgyhogy én remélem, hogy segítettem neked. Ahogy mondtam, ez egy gondolkodós videó volt, és inkább ez volt a célom, hogy nagyon-nagyon sokszor figyeltem ezt mostanában meg, hogy tényleg az emberek ész nélkül elfogadnak tanácsot, véleményt olyanoktól, akiknek semmilyen eredményük nincs az adott területen, és nem veszik figyelembe azoknak a tanácsát, akik viszont sikeresek. Lehet, hogy azért, mert tényleg az egy picit nehéz. Tehát figyelj, soha sehol nincs ilyen, ups, és minden megy megoldás. Mindenhol meg kell dolgozni a sikerért. Tehát mondjuk ez is egy jel, hogyha valakitől azt látod, hogy elmondja, hogy igen, és azért keményen kell dolgozni, akkor sokkal nagyobb eséllyel lesz működő, amit mond, mint hogyha megpróbálja neked azt eladni, hogy ó, semmit nem csinálsz, majd zúgsz, meg buksz, meg pozitívokra gondolsz, és akkor majd hüde jó lesz neked. És ezért szerettem volna egy picit erről beszélni, remélem, hogy segítettem, remélem, hogy adtam néhány tippet, remélem, hogy elgondolkoztál, hogyha igen, akkor nyomj egy ilyet. Én megköszönöm, nekem segítesz vele, másoknak is segítesz vele, mert akkor YouTube többször fogja hozni ezt a videót. Hogyha nem segítettem, vagy azt gondolod, hogy igazából én biztos, hogy nem is vagyok sikeres, meg nem tudok neked segíteni, meg amúgy is neked van mindig mindenben igazod, akkor nyomj egy ilyet, teljesen igazad lesz, akkor is segítesz vele. És iratkozz fel a honlapra, fel csatornára, ha még nem tetted meg. Köszönöm, hogy itt voltál.